Felcsútra is költözött Mészáros László János, a kétfarkú kutyapárt polgármester jelöltje, hogy könnyebben legyőzhesse a Fidesz polgármester jelöltjét, Mészáros László Istvánt. A két Mészáros 4 nap múlva mérkőzik meg Felcsút polgármesteri székért, miután áprilisban Mészáros Lőrinc lemondott a tisztségről, és alpolgármesterét ajánlotta a felcsútiak figyelmébe. A fideszes jelölt azt kéri, hogy szavazzanak a folytatásra. Mészáros László vagyok, az igazi Mészáros László. Így mutatkozik be kampányfilmjében a Mindenből viccet csinálok kétfarkú kutyapárt polgármester jelöltje, Mészáros László János, aki vasárnap leszeretné győzni a Fidesz jelöltjét, Mészáros László Istvánt. A választóim kérésére ide költöztem Felcsútra, tulajdonképpen én vagyok az első felcsúti hajléktalan. Mert bejelentett lakcíme még nincs, de van óriás plakátja, ami első ránézésre a Fidesz plakátjainak ismertető jegyeit viseli magán, még ha Mészáros László János egyáltalán nem is hasonlít a kormánypárti jelöltre, Mészáros László Istvánra. Szerinte abban sem, hogy óriás plakátjait maga drótozza fel a felcsúti főutca villanyoszlopaira. Jó magasra szereli, mert szerinte Felcsúton plakátgyűjtők garázdálkodnak. Már 6 óriás plakátja eltűnt. Elvitték? Igen, valahogyan úgy látszik, valakinek nagyon tetszett. A fideszes Mészáros László István plakátjai stabilabban tartják magukat. Láthatóan professzionálisabban szerelték fel. Arra buzdít, hogy a felcsútiak szavazzanak a folytatásra, pont ahogyan áprilisban kérte Mészáros Lőrinc, amikor Mészáros László István alpolgármestert ajánlotta utódjául. Szerettük volna megtudni, hogy mit gondol az azonos nevű vetélytársáról, de hiába kerestük. Írásban sem reagált kérdéseinkre. Hadd kérdezzek valamit. Ahogyan az itt lakók sem túlbeszédesek. Egyetlen asszony állt szóba velem. Örül neki, hogy 2 jelölt van? Felcsútom, mert ugye 1 volt. Nekem egyikkel sem volt semmi problémám. Sőt, az új kutyapárt építette buszmegállónak is örül. Két farkú kutyapárt csinálta ezt. A kutyapárt? Nem is. Jó, nem is hallottam még róla. Mészáros, Mészáros László, hozd el nekünk Felcsútra a két farkú csodát. A választás vasárnap lesz, akkor derül majd ki, hogy melyik Mészáros Lászlót választják a felcsútiak polgármesternek.